Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! A múlt hétnek két nyertese kétségkívül van, az egyik Garancsi István, a másik pedig Endi Vajna. Múlt héten az országgyűlés elfogadott egy közlekedési törvénycsomagba ágyazott módosítót, ami a lámpaoszlopokra szerelhető reklámokat újra engedélyezi. Hol vannak azok a régi szép idők, amikor Manninger Jenő és mások azon méltatlankodtak, hogy a táblaerdő mennyire csúfít, és hogy milyen közlekedés biztonsági kockázatai vannak a lámpaoszlopokra helyezett reklámoknak. Most ennek a világnak vége, a bandaháború újabb állomásaként egy piacon Simicska Lajos helyére új szereplő kerül. Az online kaszinókra pedig egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be Bánki Erik képviselőtársunk, amelynek két nyertese lehet, abból az egyik természetesen Endi Vajna. Tisztelt országgyűlés! A helyzet az, hogy az a politika, amit folytatnak immáron 5 éve, hogy kormányzati eszközökkel kinevezik úgymond a nemzeti burzsuáziát, az több súlyos, messzeható hibában szenved. Az egyik az, hogy azok, akikről önök beszélnek, ők nem fognak befektetni mondjuk kutatásfejlesztésbe, vagy a megújuló energiaforrásokba, nem járulnak hozzá a fejlődéshez, nem járulnak hozzá ezek az emberek a belföldi tőkeképző képesség megerősítéséhez. Ellenben olyan emberekről beszélünk, akiknek a hátterébe ott figyelnek a különböző offshore szálak. Ha a Garancsi féle METnek az üzleti hálóját megnézzük, a tulajdonosi szálak Kajmán-szigetekre, Brit Virgin-szigetekre, Ciprusra nyúlnak el. Endi Vajna céghálójában ott figyelnek a különböző nevadai, delaware-i, illetve kuraszáói offshore szálak. Az Endi Vajna féle cégekben az offshore tulajdonosok 4 év alatt 3,5 milliárd forintot rántottak ki osztalékként. Igen, arról van szó, hogy az elmúlt 25 évben a magyar államadóság 2,5-szerese ment ki ebből az országból különböző offshore paradicsomokba. Arról van szó, hogy világosan meg kell különböztetni a gazdasági offshort, tehát azokat, amelyek közismert adóparadicsomokba rejtegetnek tulajdonosi szálakat, illetve a jogi offshort, akiknek tehát a tulajdonosi szerkezetük nem átlátható. Az LMP az elmúlt években világos javaslatokat tett le a parlament asztalára, hogy Magyarországról száműzzük mind a gazdasági, mind a jogi offshort. Világos követeléseket támasztottunk, hogy az államélet, a közpénzek, a közvagyon környékéről takarítsuk el az offshore lovagokat. Természetesen önök ezt nem támogatták, de miért is tették volna, hiszen a bevándorlókkal kapcsolatban is ugye kettős mércét alkalmaznak, bevándorlás politikában is él a lázári törvény, akinek nincsen semmije, annyit is ér. Annál többet érnek viszont azok, akiknek van offshore cégük, ezért van az, hogy a letelepedési kötvény bizniszből is például Kajmán-szigeteki közvetítő cégek hasítanak évente 50-60 milliárd forintot. Az elmúlt héten került napvilágra az a hír, hogy önök már létminimumot sem kívánnak számítani. Ugyanakkor, miközben már azt sem lehet tudni, azt sem akarják megmutatni az embereknek, hogy mennyi valójában a létminimum. Pontosan tudjuk azt, hogy a Garancsi féle MET az olcsó gázüzlettel a tulajdonosoknak 50 milliárd forintot tejel évente. Tudjuk azt, hogy adóbevétel kiesés Endi Vajna zsebében körülbelül 10 milliárd forint pluszt jelent. Arról van szó, hölgyeim és uraim, hogy a bandaháborúnak a tétje nem egyéb, mint kijelöljék a nemzeti burzsuázia igazi nyerteseit. Ezzel két bűnt követnek el egyszerre. Egyrészt továbbra sem arról szól a magyar társadalmi gazdasági fejlődés, hogy a teljesítmény elv érvényesül, nem a hazai kis- és középvállalkozókat kezdeményezik, azokat, akik baráti kormányzati segítség nélkül is fölépítenek, kitalálnak valamit, adott esetben világhírt szereznek az országnak, hanem a központi erőtérből szervezett osztogatás zajlik, és nincs mit csodálkozni azon, hogy gátlástalan módon beterjesztenek egy olyan információszabadság törvény módosítást, hogy a központi erőtérből irányított osztogatást elfüggönyözzék. Csak jól vigyázzanak, mert 2018 után a függönyök helyére nehogy rács kerüljön. A másik probléma pedig az, hogy itt szó nincsen nemzeti burzsuáziáról. Ha milyen nemzeti burzsuáziáról beszélnek? Nemzeti burzsuá az, akinek Kajmán-szigeteken van egy postafiókja. Kajmán-szigeteki nemzeti burzsuáziáról beszélnek. Továbbra is arról van szó, hogy olyan vállalkozókat támogat a mindenkori kormányzat Magyarországon, akik elszívják innen az életerőt, csak növelik a pénzszivattyunk kiszivattyúzott jövedelem nagyságát. Magyarországnak offshore kormánya van, és ez az offshore kormány kockára teszi a magyar nemzetgazdaság értékteremtő képességét. Erről szólt ez a két múlt heti törvényjavaslat is. Köszönöm szépen!
Köszönöm, frakcióvezető úr, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Tasó László államtitkár úrnak, aki a kormány nevében kíván válaszolni az elhangzottakra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt frakcióvezető úr, elég sok dologról beszélt, sokféleképpen. Mindenre nem tudok válaszolni. Lehet, hogy egy másik körben, másik alkalommal tudnék sokkal többre is, de nekem egy dolgom van most, amit említett törvényjavaslattal kapcsolatosan válaszolni, és ezt is próbálom megtenni. Tehát a közúti közlekedésről szóló törvény 12. paragrafusát érintő módosításokkal kapcsolatban mindenképpen fontos lenne, hogy frakcióvezető úr elolvassa végig az összes rendelkezést. Mert ma sem lehetséges olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés elhelyezése, amely alkalmas arra, hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát más módon veszélyeztesse. A törvényben a közvilágítási villany és telefonpóznákon történő reklámeszköz elhelyezés tilalmát az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának javaslatára tettük be javaslatként. A szabályozás törvényi rendszerbe szervesen illeszthető bele. A jogszabálymódosítás a törvény általános szabálynak sérelme nélkül, továbbá a reklámtáblák elhelyezésére vonatkozó általános tilalmat fenntartva rendezi a terület újraszabályozását. Az alapelvi szintű rendelkezésekkel való összhangot a jogszabálymódosítás egyáltalán nem sérti. Továbbá az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a közlekedés biztonsági szempontokat más módon kellene változtatnunk. A közlekedés politikai oldalról tekintve tehát azt hiszem, hogy nem szükséges erről sokkal többet beszélni. Tehát ma is és a jövőben is tilos lesz olyan táblákat elhelyezni, amelyek bármilyen veszélyt jelentenek a közutakon közlekedő állampolgárokra nézve. Az ön által megfogalmazott egyéb hozzászólásokban említett dolgokra nem tudok válaszolni, de higgyél nekem, hogy a legfontosabb az volt, hogy a módosítás, amelyet elfogadtunk, mindenképpen javítja továbbra is a közbiztonságot. Köszönöm szépen a figyelmét!